Néhány nap múlva jelentős változás következik be a hazai hulladékfeldolgozás területén. Az új rendszerben ugyanis a feladatot az egész országban a MOL leányvállalata, a MOHU veszi át, így lesz ez Bonyhádon is július 1-től. Magyarország célja ugye az, hogy a minél kevesebb hulladék termelődjön, illetve hogy ami keletkezik hulladék, azt minél nagyobb arányban újra tudják hasznosítani, tehát újra forgalomba kerüljenek a termékek, és ehhez az átálláshoz most a MOHU hulladékgazdálkodási ZRT veszi át ennek a szerepét, illetve magát az egész hulladékszállítási rendszert, és ez a rendszer július 1-től fog életbe lépni. Jó hír, hogy a helyiek a változásból valószínűleg nem sok mindent érzékelnek majd, vagyis a bonyhádiaknak semmit nem kell tenniük, minden ugyanabban a rendszerben működik tovább, mint eddig. A szemétszállítást illetően semmilyen változás nem lép életben az év második felében sem, tehát ugyanúgy két hetente lesz a szelektív hulladékgyűjtés is, illetve a zöld hulladékszállítás november 24-éig zajlik majd, és továbbra is fenntartjuk. Ugyanúgy az éves lomtalanítást is meg fogja tartani a szolgáltató. Az éves lomtalanítást is meg fogja tartani a most a jelenlegi szolgáltató, ami október 9 és 12-e között lesz a szokásos módon. A hulladékszállítás menetrendjéről a korábban kiadott lakossági tájékoztatóból, illetve menetrendből tájékozódhat a lakosság, amit ugye ők is megkaptak, illetve a város honlapján is továbbra is elérhető számukra. Az egyetlen változás tehát egyelőre az lesz, hogy a lakosságnak a számlát más cég állítja ki. A csekkeken a továbbiakban nem az NHKV ZRT, hanem a MOHU fog szerepelni. A csekkekhez, illetve az elszámlákhoz lakossági tájékoztatók fognak mellékelni. Aki eddig banki átutalással fizetett, annak annyi dolga lesz, hogy már nem az NHKV bankszámlájára, hanem a MOHU ZRT-nek a számla számára kell utalni az összeget. Aki csoportos beszedéssel fizet, illetve egy elektronikus rendszeren keresztül ezt a megoldást választotta, neki semmi teendője nincsen, ugyanis a rendszer továbbra is működik, és már a befizetett összeget az új szolgáltató fogja megkapni. Fontos tudni, hogy a következő napokban a bonyhádi hulladékudvar zárva lesz. Az átállás miatt most valószínűleg az ország más pontján is, ugyanígy Bonyhádon is, most június 21-től 30-ig nem vesznek át a hulladékudvarba hulladékot, de július 1-től ez továbbra is működni fog, csak a rendszer hatékonysága érdekében, illetve az átállás miatt szükséges most ez az úgymond zárva tartás. A szolgáltatási díjakat illetően változás nem lesz, továbbra is a rezsicsökkentett díjakat fogja számlázni az új szolgáltató. Amennyiben bármilyen változás lép életben, illetve fontos információ van, azt mind a MOHU, mind pedig Bonyhádváros önkormányzata tájékoztatni fogja a lakosságot. A lakosságot tehát egyelőre nem érinti jelentős mértékben az átállás.